Eldőlt Torgyán József sorsa, Orbán Viktor ezekben a percekben jelenti be, hogyan határozott. Szárnyaszegedten elképzelhető, hogy napokon belül bedobja a török között a malév. Azonosítás, adatvédelmi gondok vannak a népszámlálási kérdőivel. Itt a tények, a stúdióban Stál Judit, Pálfi István és Gajdos Tamás. Jó estét kívánok! Egy hetes találgatás és egésznapos várakozás után eldőlt Tordján József sorsa. Február 15-től távozik az Agrártárca éléről. Utódjaként Gyimóti Gézát ajánlotta, ezt közölte ebben a percben a kormányfő. Pillanatokon belül kapcsoljuk a helyszínt. A döntés alig fél órával ezelőtt vált véglegessé, amikor Orbán Viktor miniszterelnök négy szem közt találkozott Tordján Józseffel a Béla Király úti kormányfői rezidencián. Hogy pontosan miben állapodott meg a két politikus, arról perceken belül beszámol rendkívüli sajtótájékoztatóján Orbán Viktor. Az események azonban már ma délelőtt, sőt tegnap este elkezdődtek. Délelőtt a Fidesz vezetői a Lendvai utcában elnökségülésen tárgyaltak. A három órás tanácskozáson nem volt ott a miniszterelnök. Kiszivárgott hírek szerint a legfontosabb kérdéseket a meghatározó politikusok már az éjjel tisztázták. Mára csak a részletek pontosítása maradt. Nem sokkal az elnökségi tagok távozása után tudomást szereztünk arról, hogy a miniszterelnök váratlanul magához kérette Tordján Józsefet, estére pedig a Béla királyúti rezidenciára hívta a fideszes kormánytagokat. Alig fél órával a tervezett Orbán-Tordján randevú előtt, ami egyébként szokatlan módon bő egy héten belül a harmadik ilyen, a kormányfő váratlanul elhagyta a parlamenti dolgozószobáját. Kiderült, hogy a találkozó színhelye a Béla királyúti rezidencia, a fideszes kormánytagok ugyanoda tervezett ülését viszont időközben lemondták. A miniszterelnöki hivatalban fél hétkor kezdődött Orbán Viktor sajtótájékoztatója. A helyszínen van tudósítónk Lujgics Tamás. Szervusz Tamás, jó estét! Mi hangzott el eddig? Szervusz István, jó estét kívánok a nézőknek! Orbán Viktor ezekben a percekben érkezett meg, de eddig még nem tette meg azt a bejelentést, amit egyébként a Béla Király úton Tordján József már megtett, vagyis azt, hogy ő indoklás nélkül lemond a földművelési minisztériumi pozícióról, illetve a miniszterségről, és maga helyett Gyimóti Gézát ajánlotta utódként. Egyelőre ennyit lehet tudni. Tamás, most egyelőre akkor ennyit, köszönjük szépen, visszakapcsolunk majd. Délelőtt ülésezett a Fidesz Magyar Polgári Párt elnöksége. A tanácskozásról távozó politikusok nem nyilatkoztak arról, hogy volt-e szó Tordján József esetleges menesztéséről, de a tények értesülései szerint a kisgazda párt csak érintőlegesen került szóba, mert a koalíciós partner vezetőjének sorsa már eldöntött kérdés. Így nem is volt szükség arra, hogy a Fidesz elnökség tárgyaljon erről. A kisgazdapárt frakciójából kizárt, illetve kilépett képviselők délután aláírták a parlamentben azt a megállapodást, amely rögzíti, hogy az öt képviselő továbbra is támogatja a kormánykoalíciót. A képviselők korábban kijelentették, hogy az országgyűlésben a kormányprogram megvalósításáért dolgoznak majd, viszont nem köti őket frakciófegyelem. Cserébe azért, hogy a jövőben is a Fidesz javaslatait támogatják, a képviselők bizottsági helyeket kapnak. A bizottságokban betöltött elnöki és alelnöki tisztségektől azonban meg kell válniuk. A koalíciós pártokat, vagyis a Fideszt, a kisgazdapártot és az MDF-et többszintű együttműködési szerződés köti össze, és a hangsúly a szerződéseken, nem pedig a személyeken van. A koalíciós megállapodással egy időben a kormánypárti frakciók is bebiztosították az együttműködést 2002-ig. A Fidesz-FKGP-MDF háromoldalú szerződés rögzíti, hogy a képviselő csoportok a választási ciklus végéig vállalják a kormányprogram támogatását. A parlamenten belüli kormány többséget valószínűleg nem veszélyezteti Tordján József esetleges kiválása, mert a háromoldalú szerződést a kisgazdák részéről Bánk Attila frakcióvezető írta alá, így a megállapodás érvényességét nem befolyásolja az, hogy Tordján tagja-e a kormánynak. Információink szerint a kisgazda képviselőcsoport vezetői már elhatározták, hogy a megállapodást minden körülmények között betartják. Tordján József távozása után szinte biztosra vehető, hogy nem támogatja tovább a koalíciót, ugyanakkor az is valószínű, hogy megmarad a kormánytöbbség. Erre utalnak a vezető kisgazda politikusok közelmúltban tett nyilatkozatai, és az, hogy a Tordján személyét érintő döntés előtt a Fidesz megállapodott a kisgazda frakcióból kikerült képviselőkkel. Kisgazda források szerint Tordján Józsefet legfeljebb 5-7 képviselő követi, ha ő felrúgja a koalíciót.
A kisgazda miniszterek az elmúlt napokban több nyilatkozatban kinyilvánították már, hogy a koalíció fennmaradását mindennél fontosabbnak tekintik, és értesülésünk szerint informálisan már a Fidesz vezetőit is biztosították hűségükről. A frakcióból kizárt, illetve kilépett politikusok többször bejelentették, hogy továbbra is kormánypártinak tekintik magukat, sőt, meg is egyeztek a Fidesz frakció vezetőjével az együttműködés szabályairól. Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Bánk Attila frakció vezető szerdán késő éjjel hírügynökségi nyilatkozatban tartotta fontosnak kinyilvánítani, hogy a kormány eredményeinek megőrzését minden az ő megfogalmazása szerint kalandor politizálásnál fontosabbnak tartja. Tehát, amit eddig tudunk, Tordján József önként távozik az Agrártárca éléről február 15-ével. Ő maga, Gyimóti Gézát, a Kisgazdapárt alelnökét javasolta a miniszteri posztra. A miniszterelnöki hivatalban Orbán Viktor ezekben a percekben rendkívüli sajtótájékoztatót tart. A műholdas kocsi ott van a helyszínen, kapcsoljuk még az adásban Lujgics Tamás tudósítónkat. Jönnek a többi. Két év után először találkozott a két legnagyobb párt parlamenti frakciójának vezetője. Jó estét kívánok! Ez az RTL Klub híradójának esti kiadása. Lemondott tisztségéről Tordján József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mai hatálya, ezt maga a távozó miniszter jelentette be, azt követően, hogy befejezte megbeszélését Orbán Viktor miniszterelnökkel. Orbán Viktor miniszterelnök találkozott hát Tordján Józseffel, a Kisgazdapárt elnökével. A találkozóra azután került sor, hogy Orbán Viktor a múlt héten közölte a koalíciós partnerével záros határidőn belül menessze államtitkárát és politikai bizalmasát, Szabadi Bélát. A találkozó délután 5-kor kezdődött a miniszterelnöki rezidencián. A zárt területre autóval érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, Tordján József földművelésügyi miniszter és Kövér László a Fidesz elnöke. Az előzetes hírek szerint nem kizárt, hogy döntöttek Tordján menesztéséről. Tehát döntöttek Tordján József menesztéséről, illetve lemondott Tordján József. Hivatalosan most kezdődött el 6:30 a miniszterelnök sajtótájékoztatója. A helyszínen van tudósítón Kollár Robert. Szervusz, Robi! Mit mondott a miniszterelnök? Megkezdődött-e már a sajtótájékoztató? Jó estét kívánok, szervusz! A miniszterelnök még nem érkezett meg. Alig 3-4 órával ezelőtt közölték, hogy Orbán Viktor rögtönzött sajtótájékoztatót tart. Pár perccel ezelőttig csak valószínűsíteni lehetett, hogy a kormányfő bejelenti Tordján József távozását a kormányból, hiszen az elmúlt napok politikai történései és a sajtótájékoztató szokatlan időpontja mindezt valószínűsítette. Mint ahogy már hallhatták, Tordján József nemrég maga jelentette be távozását a kormányból. A miniszterelnök részéről a hivatalos bejelentés és az indoklás tehát még nem történt meg. Azt azonban ugye lehet tudni, hogy a kormányfő korábban már kifejezte elégedetlenségét koalíciós partnere iránt, és utalt arra is, hogy szerintem fennmaradhat a koalíció akkor is, ha nem Tordján József irányítja a földművelésügyi tárcát. Kérdés persze, hogy ez végül is Tordján József és a Kisgazda frakció többsége is így gondolja-e. Kollár Robert, köszönöm szépen. Ebben a pillanatban magától Tordján Józseftől tudtuk meg, hogy az új miniszter, tehát a földművelésügyi miniszter Gyimóti Géza lesz. Tordján József politikai jövője a napokban hát eldől, információink szerint nem kizárt, hogy a Kisgazda frakció élén ellenzéki politikusként vesz majd részt a politikában. Információink szerint több Kisgazda képviselő járt ma Tordján Józsefnél a földművelésügyi minisztériumban. A pártelnök ugyanolyan hűségnyilatkozatot kért tőlük, mint minisztereitől. Vagyis azt, hogyha esetleg Tordján felvetné a koalícióból való kilépést, tartsanak vele a jelenlegi kormánykoalíció ellenzékeként. Kisgazda forrásaink azt is valószínűsítik, hogy Tordján József megpróbálhat a párt frakcióvezetőjeként tovább dolgozni. Ezt szeretné elérni az FKGP holnapra összehívott országos elnökségi, illetve a hétfői frakcióülésén. Úgy tudjuk azonban, hogy ezt a képviselőcsoport többsége nem támogatná. A Kisgazda pártból származó információink szerint, ha Tordján megy, utóda a tárca jelenlegi közigazgatási államtitkára Tamás Károly lehet. De szóba került a korábbi államtitkár helyettese Mucsi Imre is. Ha távozik Szabadi Béla államtitkár is, őt az FKGP főtitkára Bernát Varga Balázs követheti. Tordján József eddigi 11 éves politikai karrierjét sűrűn kísérték botrányok. A legnehezebb időszak az elnöki választása utáni stabilizáció fél éve és az elmúlt fél év volt. Tordján József rögös útja a parlamentben 1990-ben kezdődött. Karrierjének útja
A Kisgazdapárt fővárosi elnöke, főügyésze, frakcióvezetője, társelnöke, majd elnöke lett. Elnöksége jogszerűségét többször is megkérdőjelezték pártbeli vetélytársai. Az Antal kormány idején került először szóba, hogy Tordján esetleg ügynök volt a pártállam idején. Az ezt vizsgáló jelentést tartalmazó borítékot a Kisgazda vezető nem vette át Antal József miniszterelnöktől. Nem sokkal később pedig az FKGP parlamenti frakciója ketté szakadt. Tordján 11 emberével kilépett a koalícióból. A Kisgazda belső ellenállás első sikertelen akciója 1992-ben volt. A Belgrád rakparton az elnökség néhány tagja közölte Tordjánnal, hogy felmenti tisztségéből. A vita tetlegességé fajult. Tordján József azonban elnök maradt. 1994 és 98 között 12,5%-ra tornázta föl a párt népszerűségét. Saját szavai szerint történelmi tettet hajtott végre, amikor 82 Kisgazda képviselőjelöltet visszaléptetett a Fidesz javára a választások második fordulójában. A polgári erők így megszerezték a kormányalakításhoz szükséges többséget. 1998 után botrányok követték a Kisgazda párt és Tordján József munkáját. Bár a miniszter folyamatosan tárcája sikereiről beszélt, a Tordján ellenes tüntetések egymást követték, igaz, ezt a miniszter politikai ellenfelei nyakába varta. Az első éles koalíciós ellentét az Agrártárca 1999-es költségvetése kapcsán robbant ki. Tordján 413 milliárd forintot követelt, ám végül beérte 250 milliárddal. Igaz, akkoriban még a koalícióból való kilépésről is beszélt közvetlen munkatársainak. Éles vitákat váltott ki Tordján személyzeti politikája is. Botrányt kavart, hogy mennyit nevezte ki a Malév igazgatóságába, apósának pedig a Kisgazda honvédelmi tárcánál szerzett állást. Ezek az ügyek akkor visszhang nélkül maradtak. Őt és minisztereinek egy részét szakmai hozzánemértéssel vádolták, szakmai szervezetek és az ellenzék is. Tordján József veszőfutása tavaly októberben kezdődött. Zsaroláson fogják Székely Zoltán Kisgazda képviselőt. Kiderül, hogy Tordján luxusvillát épít a Szabadsághegyen, ezek után pedig a miniszter ellentmondásos nyilatkozatokat tesz vagyonáról. Napvilágot látnak olyan információk, hogy a földművelésügyi tárca az Agrárinnovációs KHT-n keresztül politikai célokra osztogat közpénzeket. Vizsgálat indul a Fradinak és egy alapítványnak juttatott támogatások miatt. Az év jelentős részét külföldön, általában egzotikus országokban töltő minisztert bírálatok érték külföldi utazásai miatt is. Ez volt az első olyan pont, ahol a miniszterelnök is jelezte elégedetlenségét. A kormánytagok utazásairól szóló jelentés ugyanis egyértelműen Tordján József és Szabadi Béla államtitkár túlköltekezését állapította meg. Csak egy példa, egy év alatt 6-szor jártak Tájföldön. A nyílt lázadás most évelején kezdődött, amikor Tordján József a Gödi elnökségi ülésen változásokról döntött a Kisgazdapárt elnökségében és frakciójában is. Csúcs László képviselő és Liebmann Katalin leváltott budapesti elnök állt a lázadás élére. Később csúcshoz több parlamenti képviselő is csatlakozott, köztük a saját bevallása szerinti legrégebbi Kisgazda, Lányi Zsolt is. Egyre több vidéki Kisgazda szervezet kezdte követelni Tordján leváltását, ám a miniszter mostanáig hajthatatlan maradt. Aki most kapcsolódott be adásunkba, annak elmondom, hogy lemondott Tordján József földművelésügyi miniszter. Maga helyett Gyimóti Gézát ajánlotta a miniszteri székbe. Természetesen Tordján Józseffel együtt távozik államtitkára Szabadi Béla is. Munkatársunk Kollár Róbert ott van a miniszterelnöki hivatalban, ahol Orbán Viktor miniszterelnök néhány percen belül megkezdi majd sajtótájékoztatóját. Egyébként ez a sajtótájékoztató pontosan fél hétre volt kiírva. Várjuk Robi jelentkezését, addig pedig menjünk tovább. Együttműködési megállapodást írt alá a Fidesz frakcióvezetőjével a Kisgazda pártból kilépett öt képviselő. Szájer József és az úgynevezett reformer kisgazdák a hételei szóbeli megállapodás után most már írásban is megegyeztek abban, hogy az ötök támogatják a kormánykoalíciót. Lányi Zsolt elmondta, hogy a támogatásért cserébe semmit sem kértek a Fidesztől. Tordján József fiának kazetta ügye komoly befolyással lehet a miniszter további politikai pályájára. Orbán Viktor nemrégiben azt mondta, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy igazak a vádak Tordján Attilával kapcsolatban, annak komoly következményei lesznek. A Népszava január 29-én hozta nyilvánosságra a kazetta ügyet. Másnap már a napilap vezetői eljuttatták bizonyítékukat a legfőbb ügyészségre.
A lapnak nyilatkozó Dési Géza vállalkozó titkos hangfelvételt készített egy megbeszélésen, ahol arról volt szó, hogy hogyan juttassanak el Tordján József fiának 3 millió forint kenőpénzt. Dési Géza azt állítja, hogy a miniszter fia ezért közbenjárást ígért egy 100 milliós nagyságrendű minisztériumi támogatáshoz. Az érintettek, vagyis Tordján József és fia Attila tagadta Dési Géza állításait. A Tordján család azt is kilátásba helyezte, hogy jogi lépéseket tesznek az alaptalan vádaskodások miatt. Közben Orbán Viktor miniszterelnök találkozott Tordján József miniszterrel. Megbeszélésük témájáról csak annyit közöltek az érintettek, hogy ha bebizonyosodik a miniszter fiának érintettsége a vesztegetési ügyben, annak súlyos következményei lesznek. Ezután a kazetta ügyben az ügyészség múlt hét pénteken rendelte el a feljelentés kiegészítést, és ezzel a rendőrséget bízta meg. Erre azért volt szükség, mert hiába juttatta el a Népszava a kazettát és a koronatanú Dési Géza vallomását a legfőbb ügyészségre, nem tudtak dönteni, hogy elrendeljék-e a nyomozást vagy sem. Az országos rendőrfőkapitányság azonban 2 nap alatt újabb fontos adatokat gyűjtött be, és ezután döntöttek a rendőrök a nyomozás elrendelése mellett. A fővárosi főügyészségen a kazetta ügyben csak annyit közöltek, hogy a nyomozást fokozott ügyészi felügyelet mellett végzik a rendőrök. A nyomozás egyébként befolyással való üzérkedés alapos gyanúja miatt indult ismeretlen tettes ellen. Tordján Attila tehát egyelőre nem gyanúsított, de tanúként hamarosan kihallgatja a rendőrség. A telefonnál Bánk Attila, a Kisgazdapárt frakcióvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Bánk Attila vagyok. Hogyan kommentálja a miniszter lemondását? Miniszter pártelnök természetesen. A Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportja ebben a kormányzati ciklusban a választópolgároknak tett ígéretének megfelelően biztosította a nyugodt polgári kormányzás lehetőségét. Az egész ország és a meggyőződésem szerint a magyarság érdemes érdeke a stabil, kiegyensúlyozott politikai közélet. Éppen ezért a Független Kisgazdapárt és annak képviselőcsoportja ezt maradéktanul továbbra is biztosítani fogja. Ennyit szeretnék a hírhez. Még egy picit maradjon velünk. Ugye Orbán Viktor azt mondta, hogy a koalíciós megállapodás 2 párt között született, és nem Orbán Viktor és Tordján József között. Marad-e a koalíció? Természetesen marad. Köszönjük szépen. Kérem, viszont hallásra. Ellentétesen ítélik meg a mai találkozó eredményét a Fidesz és az MSZP frakcióvezetői. Szájer József szerint sikeres volt a találkozó, mert az MSZP megadja a támogatást az Európai Uniós csatlakozáshoz szükséges törvénymódosításokhoz. Nagy Sándor szerint ez eddig is így volt, tehát eredménytelen a találkozó. Ebben a parlamenti ciklusban másodszor ült egy asztalhoz a 2 legnagyobb parlamenti párt frakcióvezetője. Az első találkozó 2,5 éve volt. A megbeszélést Szájer József kezdeményezte azért, hogy a szocialisták támogassák az uniós csatlakozáshoz szükséges 2/3 törvényeket. Ez egy kis lépés előre, én ennél többre nem is számítottam ebben a tekintetben, és természetesen a parlamentben és a megfelelő fórumokon a 2 nagypárt közötti verseny, 2 nagypárt közötti vita, az tovább folytatódik. Nagy Sándor szerint a 2/3 törvények elfogadását eddig is támogatták. Ők inkább az általuk felvetett ügyekben szerettek volna előrelépni. Ilyen az agrárium, a vidék, az egészségügy, az oktatás, a bérek, a nyugdíjak helyzete. Erről van értelme, erről lenne értelme. Arról, hogy áttekintsük a törvényhozásban az egyébként eddig kialakult gyakorlatot, annak természetesen sok értelmét én nem látom. Szájer József felvetette, hogy a 2 párt egy-egy képviselője rendszeresen egyeztessen egymással. A szocialisták azonban még mérlegelik, hogy ennek van-e értelme. Tehát egy gyors összefoglaló. Lemondott Tordján József földművelésügyi miniszter, miután találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel. Megy vele együtt Szabadi Béla államtitkár is. Tordján József Gyimóti Gézát ajánlotta a helyére a miniszteri székbe. Az imént beszéltem Bánk Attilával telefonon, ugye önök is láthatták, Bánk Attila egyértelműen megerősítette, a koalíció marad. A miniszterelnök sajtótájékoztatója pedig hamarosan megkezdődik a miniszterelnöki hivatalban. Ahogy ez megkezdődik, azonnal oda is kapcsolunk. Antóni, eljesszó. Folytatódik a repülőtéri karban.